A kormány nem tűri a fenyegetéseket a Spártól, amely a korrumpált osztrák sajton keresztül üzent, jelentette ki Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter úgy fogalmazott, idézem, most, hogy az osztrák fűszeres közértes a Spár így viselkedett, felvetettem a kormányban, hogy ne tűrjük tovább a hazudozást, alaptalan állításokat tőlük, és inkább vegyük meg őket szőröstül, bőröstül. A tárcavezető hangsúlyozta, nem kiszorítani akarja az osztrák céget és általában a külföldi multikat, hanem rászorítani őket arra, hogy tiszteljék az itteni embereket, a fogyasztókat, a kormányt, az országot, ahol óriási extra profitot termelnek. Lázár János kijelentette, Spárral szemben is tudnak úszni. A cég meg fogja fizetni az árát annak, amit az elmúlt napokban tett, fogalmazott. Hát mindenképpen érdekes eseményeknek lehetünk szem- és fültanúi. Nem tudom, hogy korábban előfordult-e már ennyire nyílt üzengetés a kormány és egy piaci szereplő között. Már is megtudjuk egyébként két vendégemtől. Itt van velem Mester Nándor, az m4.hu felelős szerkesztője. Jó reggelt, jó reggelt kívánok! Köszöntöm. És Csongár Gábor adószakértőt is köszöntöm sok szeretettel. Jó reggelt kívánok! Szóval, hogy volt már hasonló helyzet az önök ismeretei szerint így a magyar versenypiacon? Lázár Jánostól ez egyáltalán nem idegen. Korábban különösen a kiskereskedelemre összpontosítva eléggé nagy támadást indított különböző láncok ellen. Ugyanakkor ez mind a mai napig gyakorlatilag eredménytelen, azt leszámítva, hogy természetesen bevezették ezt az extra profit adót, illetve növelték is. Véleményem szerint, hogyha ez így megy tovább, akkor fogják tovább növelni. Ilyen eszköze is lehet a kormánynak. Ezen kívül arra számítok, hogy célzott adó ellenőrzések is lesznek, szerintem ezt a Spár is ugyanúgy tudja, és ugye tudjuk, hogy néhány napja nyilvánosságra került az, hogy megpróbálják a vagyonkezelési jog jelentős részét áttelepíteni Svájcba, illetve a Spár közép-európai és Olaszországot is magába foglaló csoportján belül is átcsoportosítanak bizonyos vagyoni jogokat. Tehát gyakorlatilag kimenekítenek bizonyos eszközállományt, nehogy hogy a kormány mondjuk így rátegye a kezét ezekre. Magyarán akkor előre menekül a cég, és próbál megmaradni a magyar piacon, de azért a saját érdekeit szem előtt tartva a vagyonát menteni, tehát ezt látjuk most? Igen, tulajdonképpen felkészülnek mindenféle lehetőségre, én ezt látom ebben a történetben. Igazából arról van szó, ugye a legendáriumoknak, hogyha hinni lehet, általában egy ilyen felvásárlási javaslatot érdemes a legelső körben elfogadni, mert különben nehéz nehézségek várhatnak az adózókra. Igazság szerint nyilvánvalóan a Spárnak, ha ez egy valós történet, akkor nincs eladási szándéka, tehát egyértelműen szeretné biztonságban tudni a vagyon elemeit. Tulajdonképpen az a közgazdasági szempontból az lenne a normális, hogy a kormány nem elsősorban szabályozással avatkozna be a piacra, bár ezt megteheti, mert ugye tudjuk, hogy az adózás az tagállami hatáskörű, és ez rendben van, más országok is ezt teszik az Európai Unión belül, hanem sokkal több pénzt és energiát fordítana a hazai vállalkozásoknak a támogatására. Egyébként pont ezen a konferencián, ami eredetileg építőipari konferencia volt, tett egy fél utalást arra, hogy ez meg fog történni, tehát a hazai építőipari szereplők egy részének a feltőkésítése az folyamatban van, és korábban is volt már olyan programja a kormánynak, ami különböző kedvezményes hitelek formájában építőanyag gyártó vállalatok fejlődését szolgálta, új gyárak építését támogatta konkrétan a kormány. Akkor most ezt a kereskedelmi piacra lefordítva hogyan tudnánk elképzelni? Hát úgy kellene elképzelni, bár ez sokkal nehezebb, mert széttagozott nagyon a magyar szereplői kör a kiskereskedelemben, hogy valamiféle hitelprogrammal támogatná a kormány a magyar láncokat, azt nagyon sokat egyébként. Többek között azért is vannak előnyben a nyugati multinacionális kiskereskedelmi hálózatok, mert akkora tőkeerejük, hogy a beszerzéseknél ezt érvényesíteni tudják, hatalmas volumeneket vásárolnak, nem csak Magyarországon, egyébként rengeteg magyar beszállítóval is kapcsolatban vannak, hanem Európában vásárolnak be, tehát ők az európai piacon élnek elsősorban.
így szemlélnek mindent, ezzel a tőkeerővel jelennek meg, amikor vásárolnak különböző termékeket és szolgáltatásokat. Ezt látják egyébként, feltételezem, a fogyasztók, vásárlók is akkor, amikor bemennek a különböző boltokban, hogy ott tud érvényesülni egy kicsit, mondjuk úgy, hogy alacsonyabb ár, mert a külföldön nagyobb mennyiségben érkező termékek beszerzése ezt mondjuk a cégeknek lehetővé teszi? Hogyne, persze, tehát nyilván olyan tőkeerővel bírnak, ami nekik egy központosított beszerzéssel sokkal olcsóbbá tudják tenni. Ugye most már az ástopot megszüntették, de hát azért tudjuk, hogy egy jellemzően magyarországi kisboltos kiskereskedő, hát nagyon komoly veszteségek érték, hiszen ugye jóval a beszerzési ár alatt kellett adni bizonyos kulcstermékeket. Ez nincsen, extra profit adó van, amit ugye 20-24-re most már 4%-kal fölemeltek. Ugye, ha ez a tendencia megmarad, mert 2023-ben ez még csak 4,1% volt, könnyen lehet, hogy jövőre lesz 4,9, akár 5% is. Emiatt mindenképpen lépéskényszerben vannak, nem csak a Spár, hanem a hasonló nagyláncok is. És hát ne feledjük el, hogy a globális minimumadóhoz is, ugye 2024-től már csatlakoztunk, ugye ami pont azt az adó tervezést nehezíti meg a vállalkozásoknak, ugye, hogy van egy elvárt minimum 15%-os adó Magyarországon, a társaság adó 9%, tehát vagy az anyaországban, de egyébként a magyar államnak is az itthoni leányvállalatokra megvan ez az adóztatási joga, hogy a különbözetet beszedje. És ha így megyünk tovább, akkor azért már ott van 20-20 óta ugye a DAC 6-os irányelv, ugye, ami az agresszív adóstruktúrát hivatott ellenőrizni, nyilatkozattételek, beszámolási kötelezettségek, tehát azért egyre inkább nem csak Magyarországon, de nemzetközileg is az Európában is abba az irányba megyünk, hogy megnehezítsék ezeket a úgymond akár legálisabb adó. Hát azért kétségtelenül, amikor az ember akár nézőként is, vagy itt műsorvezetőként azt hallja, hogy adó, akkor hevesebben ver a szíve, mert abban biztos lehet, hogy ebben a fogyasztói közegben ez valamilyen formában őt is fogja érinteni. Igen. Ezzel akkor számolhatunk, mert ugye Mester úr, föl is írtam magamnak például célzott adó elemzésről beszélt, ami esetleg majd a piac átalakítását is eredményezheti, az pedig muszáj, hogy hasonló. Ellenőrzéseket kell itt érteni ez alatt, tehát én még picit kapcsolódik ahhoz, amit a kollega említett a központi beszerzésekről. Ugye a multicégek abban is különböznek a magyaroktól, hogy nem csak vásárlóként jelennek meg így, hanem ők általában sokkal kevesebb, de sokkal nagyobb tőkeerejű beszállítóval dolgoznak, mint a magyarok itthon. Ez megkönnyíti az ő dolgukat, és ezek a nagy, szintén multi beszállítók az ő partnerei. Magyarországon akkor lehetne sokkal sikeresebb az a rengeteg magyar kiskereskedő, és több láncról is tudunk természetesen, hogyha összeállna valamiféle egyetlen egy magyar rá, de ez soha nem fog megvalósulni, legalábbis közgazdaság értelemben ennek nincsen realitása. Jelenleg maximum annyit tudnak megtenni, hogy beszerzési társulásokat hoztak létre már jó pár évvel ezelőtt, ezzel egy picit megkönnyítik a saját dolgokat, de például nagyon sokan franchise üzemmódban működnek, és legfeljebb kiteszik a közös logót, de igaziból mindenki a saját ingatlanában működik, és a saját üzleti modelljét követi. Nincsen egység, nagyon nehéz összekovácsolni ezt a rengetegféle. A kisebb ilyen területi szövetségek léteznek Magyarországon belül, a magyarok között, de egységesen nem tudnak fellépni. Lehet, hogy költőinek hangzik a kérdés, de a végére azért tartogattam ezt, mert Bakaev Zoltán volt itt a héten velünk, interjúztunk már a témában, és azt mondta, hogy azért a Spár azon dolgozik, hogy itt tudjon maradni a magyar piacon. Önök szerint benne van a pakliban az, hogy a Spár kivonul? Nem tudom, én ezt egyelőre elképzelhetetlennek tartom, de majd meglátjuk, szerintem nem maradni fognak. Csatlakozom, szerintem semmi nem indokolja, hogy ők kimenjenek, viszonylag tisztes nyereségük van, ez nem nagy nyereség egyébként, ilyen 4-5% maximum. Rengeteg energiát és pénzt fektettek bele, két hatalmas logisztikai központjuk van, nagyon sok a magyar beszállító, termelő, akiktől ők vásárolnak, és nem csak Magyarországon értékesítik ezeket a magyar termékeket, hanem a Spár európai hálózatán belül. Az elején említettem, hogy ugye egy európai szereplőről beszélünk, és ez kifejezetten jó a magyar termelőknek. Urak, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak ma reggel, és segítettek tisztán látni, vagy legalábbis megérteni a helyzetet. Köszönjük szépen.